Sziasztok! Folytatjuk a faházas sorozatot, most Noszfajba jöttünk el, ugyanígy a párommal, Alexal és Filippel, a kis kutyánkkal. Ezáltal ugye ez egy kutyabarát szálláshely, a tölgyes menedék design faházba jöttünk el. Ez azt jelenti, hogy a felső szinten leszünk, az alsó szint pedig tölgyes menedék 2 néven található. Nem, mi most a felső szinten leszünk, így azt fogjuk nektek megmutatni. A mi házrészünkhöz tartozik először is egy nagyon szép kis terasz, aminek nagyon örülök, mert egy hatalmas asztal van, ahol egyébként egy elképesztően jó pofa játék is ki van rakva, és itt is lehet reggelizni, kiülni, illetve van még egy hátsó része a terasznak, onnan, ha lemegyünk, ott egy kis sütögető is tartozik a kis részünkhez, úgyhogy ez nagyon tetszik, mert Alexi imád sütögetni, úgyhogy biztos, hogy ezt ki fogjuk használni. Aztán pedig itt tudunk bemenni a házba. A legelső gondolatom, amikor először beléptem a házba, hogy annyira jó fa illat van, egy csomó fa kiegészítő van, és ettől extrém hangulatos az egész. Ide le is teszem a kis táskámat. Van egy hatalmas nagy étkezőasztal, ami 4-6 fő is simán elfér, úgyhogy nagyobb társaságoknak is ideális lehet. Illetve az egyik szívügyem, hogy van egy nagyon nagy kanapé, amin, hát nem csak, hogy mi hárman, de szerintem 6 ember kényelmesen elfér. Ez azért is egy nagy szívügyem, mert a legtöbb faház, ahol jártunk, ott mindig nagyon pici a nappali rész, és amikor az ember egy kicsit leül, akár egy túra után, akkor kényelmes az, hogy van egy nagyobb tere, ahol le tud ülni, van tévé, van PS, úgyhogy lehet akár játszani is. Rögtön, hogyha tovább megyünk, itt van az illemhelység, illetve a fürdőrész. Illetve a másik nagyon jó dolog, ez az első, vagy az egyik, amit Alexal alaposan kitárgyaltunk, amit beléptünk, a konyha. Szerintem ezt egy olyan ember rendezte be, aki rengeteget szokott konyhába lenni, tudja, hogy mire van szükség, milyen magasságban legyenek a dolgok, és nem feltétlenül a dizájnra ment rá minden, hanem arra is, hogy praktikus legyen az egész. Rengeteg evőeszköz, tál, minden, nagyon-nagyon szép tűzhely van, kényelmes méretű hűtő, úgyhogy itt főzni bőven lehet, ami nagyon tetszik nekem, mert hogyha faházba megyek, akkor ugye mindig van egy kis főzős része a bulinak. Egy apró kiegészítő, de kanállal van megoldva, hogy el legyen a sötétítő függöny téve, úgyhogy ez is egy plusz dolog. Van itt egy becsületkasszás boros fal, gyönyörű, nagyon kreatív, nagyon tetszik, bár mi nem iszunk bor, de lehet, hogy elviszek egyet, mert annyira megfogott ez az egész, illetve egy lépcsőn tudunk felmenni a hálószobához. Van oldalt 2 ajtó, ami zárva van, ez igazából tároló, úgyhogy rögtön jöhetünk szembe, és itt van a hálószoba, nagyon nyugis, nagyon hangulatos, és még egy plusz pont, hogy van hely a ruháknak és a táskáknak, és nem az van, hogy nem tudjuk, hogy hova tegyük, amit hoztunk cuccokat, hanem az is ki van találva, és arra is gondoltak, hogy azt hova tegyük. Úgyhogy itt van a kis ágyunk, törölköző, minden egyéb bekészítés. Talán az egyik fő látványosságnak itt a Noszfaj nyaraló övezetbe, ezt a 2 tavat mondanám, nagyon szépek és tök jól körbesétálhatóak. Elég kicsi, szóval ne nagy túrára készüljetek, de eléggé kikapcsoló tud lenni. Rövid volt a séta, de igazából nem is terveztünk ma többet. Igazából másra se vágyok, mint elpihenni a kanapén és kijelvezni, hogy ez a kanapé itt vagy 8 órakor, mint az otthoni, úgyhogy ennyi lesz mára, holnap tali. Jó reggelt mindenkinek, megkezdjük az első és egyetlen teljes napunkat. Gondoltam, hogy illendően kezdjük, és minden finomságot, amit hoztunk magunkkal, azt megterítettem, és akkor egy közös reggelivel itt a csodálatos madárcsicsergésbe kezdjük a napot. Aztán mindenféle programot tervezek mára, mindig kicsit megmutatni nektek, hogy milyen itt a tölgyes menedék és Noszfa és a környék, úgyhogy nem szeretném, hogy kihűljön, úgyhogy kezdjük el. Eljöttünk a Delamotte kastélyhoz, amit nagyon szerettem volna megnézni. Ez egy gyönyörű 18. századi barokk stílusú kastély, falfestményekkel, illetve francia stílusú belső terekkel. Van belépő, ez 1500 forint a felnőtt belépő, az egyéb kedvezményes az 1000, az angol kertért is fizetni kell, az is 500 forint, de igazából ez az egyik látványosság itt Noszfajon, úgyhogy lehet érdemes beletenni a programok közé, ha valakit érdekel.
A park egyébként elképesztően hangulatos, vannak kirakva a függőágyak, úgyhogy itt lehet kicsit pihenni, élvezni a csöndet. Gyerekeknek van egy egész játszótér, illetve ha jól tudom, akkor a geoláda is el van itt rejtve, úgyhogy ez is izgalmas pont lehet. Tervünk szerint most átsétálunk egy aranyos vendéglőhöz, ahol már egyszer voltam és nagyon jó tapasztalataim vannak, úgyhogy most Alexot is el szeretném oda vinni. A Google térkép ezt nem írta, de hát csak csütörtök, péntek, szombat, vasárnap van nyitva, úgyhogy jó, hogy eljöttünk, na minden, ajánlom nektek, hogy gyertek el a csendülőbe, mert nagyon-nagyon szuper hely. Hát mi most nem itt fogunk leülni, de nem baj, van B-tervem is. Ez a meseút tanösvényhez tartoznak ezek a kis ládikák, és van egy kezdőpont, a Harmonia Rozika cukrászda, és végig viszont meseút tanösvény, és mindenhol van egy ilyen kis doboz, amiben van, ha jól látom, egy QR kód, és biztos ez valami izgalmas játék, csak erről nem tudtunk korábban. Próbálom begyümöszölni a lekvár, de így betettem a táskába, hogy már nem tudom becsukni. Annyira finom volt. Fahéjas csigát ettünk, illetve egy limonádét ittunk, és nagyon-nagyon jól esett. Nagyon ajánlom ezt a helyet. Piac is van itt egyébként, bár most nem volt nyitva, mert péntekenként 7-től 6-ig van, úgyhogy ezt lecsúsztunk róla, de ajánlom, hogy ide is ugorjatok be, mert nagyon-nagyon finom termelői dolgok vannak. Lezárásnak fagyiztunk egyet, most pedig visszasétálunk a házhoz, kicsit pihenünk, most elég meleg lett, így pont a nap közepén vagyunk, úgyhogy most inkább árnyba vonulunk, pihenünk egy kicsit, aztán majd folytatjuk a napot. Nem tudom, hogy említettem-e nektek, de a házhoz tartozik egy fatüzelésű dézsa is, amit a világ egyszer szerettünk volna kihagyni, úgyhogy séta után itt egy kicsit relaxálunk. Szerintem bűn lett volna kihagyni egy kis sütögetést, úgyhogy még otthonról mindenféle finomságot hoztunk, és hát ezt nem akartuk kihagyni, úgyhogy ezt elfogyasztjuk, és ja, ennyi. Ezen nem megkezdtük az utolsó napunkat itt Noszvajon, ez azt jelenti, hogy ma fogunk elmenni a faházból, viszont arra gondoltunk, hogy mivel Noszvajhoz nagyon közel van Eger, ezért Egerbe teszünk egy kis kitérőt, így látjátok, hogy egyébként autóval át lehet menni, és egy tök jó program lehetőség lehet ez is itt a környéken. Úgyhogy most összepakolunk, kicuccunk az autóba, és megyünk tovább. Pakolás közben eszembe jutott, hogy még egy apró fontos info lehet, hogy konkrétan a faház mellett élnek a szállásadók, úgyhogy ha bármi kérdés, kérés van, vagy szükségetek van valamire, akkor konkrétan csak itt átsétáltok hozzájuk, és tudtok kérdezni. Tegnap voltunk a Zsenge nevű helyen, ahol a fahéjas csigát ettük, és annyira finom volt, hogy úgy döntöttem, hogy ma jöjjünk ide és itt reggelizünk, és csak utána menjünk el Noszvajról, Egerbe. És ahogy jöttünk autóval, megpillantottam, hogy ma van piac, úgyhogy szerintem ennek így kellett lennie, mert most ezt is meg tudjuk mutatni. Hát nagyon lelkesen érkeztünk, de sajnos minden pékárójuk elfogyott, vagy hát pontosabban nem értenek meg az áru, úgyhogy reggelizni most itt nem tudunk a Zsengébe, de valamit kitalálok, valami B-tervet. A piac, ami itt van, az ilyen kirakodó vásár feeling dolog, szerintem nem ez az általános piac, amit szokott lenni, viszont tök jó hangulatot ad. A B-terv az Rozika lett, amit tegnap kihagytunk, úgyhogy legalább egy esély, hogy ezt is kipróbáljuk, úgyhogy az élet végül úgy hozta, hogy akkor így mindent meg tudunk itt mutatni és tekinteni, és kipróbálni, úgyhogy most itt keresünk valami reggelit.
Gondoltam, le is zárom a videót, ugyanis most Egerbe a Palacsintavárba ettünk egy ebédet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel egyenértékben lezárom itt Egerből a mai videót. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és ez az újabb élmény és faházazás jó volt, és jó volt nektek látni, és hogyha legközelebb is menjünk, akkor csinálok arról is egy videót, hogy még több élményben gazdagodhassatok, illetve ha ti is kíváncsiak vagytok, és szeretnétek elmenni a helyekre, akkor látjátok, hogy mi vár titeket ott, illetve a környéken. Sziasztok!